Egy megosztó témával megyünk tovább az ingatlanokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat illetően. Ebben természetesen újra csak Laci lesz a vendégem. Nagy szeretettel üdvözöllek. Ez a megosztó téma, amit ma hoztam, az ingatlanos kérdés. Mosolyogsz? Tényleg ennyire megosztó? Abszolút. Nincsen olyan embernek szerintem Magyarországon, akinek ne lenne véleménye, vagy pro, vagy kontra az ingatlanosokkal kapcsolatban. Azért is megosztó a történet, mert onnantól kezdve, hogy meghirdeted az ingatlanodat egy ingatlan hirdetési portálon, az első pár napban tuti biztos, hogy ingatlanosok fognak keresni, és a vevők csak ezt követően. Eleve az is egy kérdés, hogy ingatlanossal adjuk el az ingatlant, vagy anélkül. Én azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik egyedül is el tudják adni a lakásukat, vagy házukat, de nagyon sok embernek egy jó ingatlanos nagyon nagy segítséget tud adni. Az ingatlan közvetítőknek is van egy előírásuk, hogy kell, hogy rendelkezzenek OKS végzettséggel, ingatlan közvetítő végzettséggel, szerepeljenek az ingatlan közvetítői névjegyzékben, ezt minden települési jegyzőjénél le lehet kérni, és az interneten is le tudjuk ezt ellenőrizni, de ami talán ennél még fontosabb, hogy szakmailag mennyire ért ahhoz, amit csinál, vagy amit állít, hogy csinál. Vannak olyan ingatlanosok, akik már akár 1-1,5%-ért is hajlandóak szolgáltatást nyújtani. Ez bőven a piaci ár alatt van, vagy piaci norma alatt van. Igen, de ezért igazából nem is kapunk valójában semmivel se többet, mintha magunk hirdetnénk meg egy hirdetési portál, mert ők inkább marketing tanácsokat adnak. Természetesen nem szabad sajnálni az ingatlanosoktól az elvégzett munkáért járó díjat. Csak végezzel jól a munkáját. Csak ezért korrekt szolgáltatást kell nyújtani. Nagyjából azt látjuk, hogy az általánosan piacilag elfogadott jutalékszint az kb. Nettó 2,5%-tól 4%-ig tart. Mit kapok én mondjuk 4-5% plusz áfáért? Mit kaphatok? Adott esetben ez már teljes körű szolgáltatást kell, hogy tartalmazzon. Egészen attól kezdve, hogy kijön, személyesen felméri az ingatlant, profi fényképeket készít, ugye ez is nagyon fontos. Adott esetben készíthet 3D-s vagy virtuális bejárást az ingatlanhoz, ami most a pandémia idején azért ez egy nagyon nagy előny lehet, illetve egyéb szakmai tanácsokat is tud adni, hogy mennyit árazzuk be az ingatlant, milyen vevőket érdemes megcélozni az ingatlannal kapcsolatban, illetve adott esetben egy-két ilyen eladási praktikát is tud bevetni, hogy amikor készíti a képeket, akkor elhelyez itt-ott olyan berendezési eszközöket, olyan képeket készít, ami azért a szemed gyönyörködtető és bevonza a jövőbeni vevőnket az ingatlanra. Ezt hívjuk home staging szolgáltatásnak. Ennyi volt már a Szépítők, ne felejtsék, adásunkat visszanézhetik a Super TV 2 csatornáján, közösségi oldalainkra pedig bátran írjanak, igyekszünk mindenre válaszolni. A hétvége hátralévő részéhez nagyon jó pihenést kívánok, és sokkal jobb időt! A műsor támogatója, a Weber Neon fényfestékek gyártója, a Saint-Gobain. A műsorszám támogatója, az Érdi Ingatlan Iroda. Az otthonügyek szakértője, az ingatlan.com. A műsor támogatója, az egyedi gondozásmentes kerítések és biztonsági ajtók gyártója, a Nivo.